Sziasztok, ez a Zama Studios, én Oliver vagyok. Én Marci, ciao. És ma, április 1-ére fogunk nektek egy kis tényeket mutatni, hogy mivel tudjátok meg viccelni, szivatni barátaitokat, szüleiteket. Főnököiteket. Dolgozik itt valaki? Biztos. Tesó, bárki. Vágjunk bele! Első prank, az, ahhoz kell Oreo. Szerintem bármi, tök mindegy, hogy milyen. Csak töltelékes legyen. Kelleni fog hozzá fokrém. Ami fehér legyen. Ami fehér legyen, és ne legyenek benne ilyen hülye csíkok vagy darabok. Tál. Kis. Kibontod az Oreót. Tehát kiveszel egyet, nyilvánvalóan. Szétcsavarod. Úgyhogy próbáld meg úgy, hogy egyben maradjon a krém, és a késsel lekaparod azt. Fogod a fokrémet, ami eltűnt. Itt van. Szóval, és a közepében nyomsz egy kicsit valamelyik oldalára. Annyit, hogyha összenyomod a kettőt, akkor kijöjjön. Annyi szerintem elég lesz. Van, kent szét. És akkor, hogyha szétkenhetjük, akkor mint egy teljesen normális Oreóba, olyan vékony az rohadt krém. Úgy és sok év tapasztalat kell. És aztán megnyomd össze a kettőt. Most lehet, hogy tehet még bele. Csinálni. Na most csak simán nyomd össze. És kész az Oreo. Vállalod? Hát... Várj, ezt visszateszem. De az kéne a... Ej, nagyon cuki kicsi. Mi ez? Nem fogom, sincs. Macska! Nagyon menci. Ja, mászol. Igen, így jobb lesz. Ez itt maradt szerintem a videó végén. De nézzétek meg, szexi. De olyan, mint egy igazi Oreo, tehát... Na, egyed. Hogy egyem? Finom mentol. Nagyon szar. Olyan a szád. Próbáljátok meg ne olyanra csinálni, aki nagyon ingerlékeny és esetleg nagyon ideges lesz erre. Meg érzem a számban azt az ízt. De kimosod a szád? Persze. Második. Méghozzá az ajtó, hogy kinyílik, valószínűleg lesz mögötte egy fal, és oda arra a falra egy légkürtöt ráragasztasz valahogy nagyon ügyesen, és amikor kinyitják az ajtót, akkor ez neki megy és jó hangos lesz. Vagy a második, hogy forgószék alá, amit föl lehet mozgatni, és légrugos, annak az aljára ráragasztod. Szia, cica. Ráragasztod az aljára, és amikor leül, hát az nagyon meg fog érni, azt garantálhatjuk. Ja. A negyedik pedig, hogy ugye fogunk egy porrat, megtöltjük vízzel. Teljesen teli. Nem muszáj. Jó, és az a lényeg, hogy kell hozzá egy kártya, a kártyát rárakod, hát, hogy elfedje a tetejét. Igen, szóval, hogy olyan porrat keresitek, aminek valamennyi kicsi legyen a szája, hogy ráférjen a kártya. Rárakod a kártyát, megfordítod, rárakod óvatosan az asztalra. És így kihúzod a kártyát. És nagyon óvatosan kihúzod a kártyát, pici ki fog jönni, de aztán a maradék, mondjuk egy 2 deci, amennyit beleraksz, az ott marad. És nem tudja az ember, ugye, hogy kell csinálni, ezért nyilván fel fogja emelni, és és folyik az összes. Folyik. És akkor oda lehet írni egy kis üzenetet, hogy boldog április 1-ét, vagy nem tudom. Sok szerencsét a takarításhoz. Igen, például. Ötödik. A WC papírgurigának a belsejében, ugye amire rá van tekerve a tekercs konkrétan, egy olyan fog kelleni nektek, és szét kell szaggatni, és az fontos, hogy barna legyen, majd kiderül mindjárt a vége felé, hát amikor befejezem, mindegy.
szét kell szaggatni, és be kell tenni víz alá. És hát konkrétan szarformát kell csinálni, formálni belőle, és teheted asztalra, a WC-nek a szélére. Bejárati ajtóhoz bárhova, és így hát... Hatodik. Fogsz egy WC-papír gurigát, ami ugye nyilván van rajta, és akkor a végére nagyon Picasso-san rajzolsz egy élethű pókot. Ja, és akkor egy, fosni fog tőle valaki. Hát úgyhogy egy kicsit lejjebb húzod, és oda rajzolsz, hogy azért meglegyen a hatása, hogyha amikor lehúzza, akkor mintha oda bebújt volna. Ja. Hetedik. Keressetek valami olyan illatosítót vagy dezodort, aminek van egy ravaszszerűsége vagy valami, és gyors kötözővel azt ráhúzzátok, és meg kell húzni úgy, hogy az folyamatosan fújjon, és be tudod gurítani szobába, irodába, bárhova, tehát valószínűleg oda olyan emberek közé, akiket nem szeretsz, és hát nagyon folyamatosan árasztani fogja a jó illatot. Uh-huh. Ez kicsit költséges, de szerintem megéri. Nyolcadik. Ezt is egy olyan emberrel csináld, akit nagyon nem szeretsz, és nem fog rájönni, hogy te voltál, mert ez azért elég nagyobb károkat tud okozni. Amihez azt kell csinálni, fogsz temperát, mondjuk 4-5 szint, mondjuk kéket, zöldet, hát pirosat, sárgát, igen. És akkor ugye van a szélvédő törlő, az ablak törlő, és ugye amikor le van állítva az autó, akkor oda nyomsz 4 vagy 5 darab szint, tök mindegy, egymás sorba, igen, egymás mellé. És ugye amikor esik az eső, vagy valami elkezdi törölni, akkor ugye az ablakon ugye rajta van a tempera, és így szépen így elhúzza. És akkor ez nagyon szép lesz. Lesz egy szivárvány konkrétan. Ja. Ha olyan színeket választottál. De lehet szar színűt is, és akkor azt hiszem, és akkor még mellé oda teheted azt a WC-papír gurigát. Az utolsó csin, vagyis hát ez biztos, hogy a tizedik, az, hogy ha valakinek a számítógépéhez hozzáférsz, az nagyon jó dolog, és nagyon sok mindent lehet csinálni. De mi most azt fogjuk csinálni, hogy remész az asztalra, jobb klik, és csinálsz egy új parancsikont. És a parancsikon nevébe azt írod be, hogy shutdown.exe space minus s space minus t egy másodperc, utána space minus c, és időzőjelbe odaírod az üzenetet, hogy mit írjon ki azelőtt, amielőtt még leállít a gép. Ezt ugye a komment szekcióba le fogjuk írni, csak hogy ne kelljen így legépelnetek, hanem csak Ctrl-C, Ctrl-V. Szívesen. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, és amit még iratkozzatok fel. És amit kifelejtettünk, nagyon szépen köszönjük, 163 feliratkozóval bővült ugye a... Vagy most már lehet, hogy több csatornánk konkrétan, és igen, reméljük még többen leszünk. Igen. Ezt nagyon szépen köszönjük nektek még egyszer, és... Ciao! Ciao!